Üdvözlöm kedves nézőinket, engem Kelemen Dánielnek hívnak, ügyvéd vagyok a PVC-nél, beszélgető társam Honyek Péter igazgató kollégám. November 8-án közös konferenciát tartunk a Wolters Kluverrel, melynek témája a kriptovaluták jogi és adózási kérdései. Péterrel ma Kett csináló jelleggel egy pár fontos gondolatot osztanánk meg a kriptovaluták SCA minősítésével és szabályozásával kapcsolatban. Péter 2022. január 1 -e óta a magyar adójog is ismeri a kriptovalutákat. Tudnál egy pár szót mondani erről a szabályozásról? Ez a magyar szabályozás ez úttörő, mert igazából a magyar jogrend egyáltalán nem ismeri a kriptovalutát előtte, nem ismerte. Alapvetően ez a szabályozás, ez viszonylag könnyen végrehajtható. Uh, egyszerűen egy 15%-os adófizetési kötelezettséget eredményez a magánszemélyek számára, semmilyen más adóteher nincsen rajta, és egy éves adómegállapítás kapcsolódik hozzá. Egyszerűen meg kell nézni, hogy január 1-e és december 31-e között mekkora az az összes eredmény, ami a kriptó uh, világból származik. Mennyi az, amennyit én befizettem, mennyi az, amennyit én abból a világból fölvettem, és a kettő különbözete után kell 15% adót fizetni. Sokszor elhangzik a fiat pénz vagy fiat valutának a kategóriája a kriptovalutákkal kapcsolatos beszélgetésekben, szabályozásokban. Tudnál erről még egy pár szót mondani? Ugye a fiat pénzek azok általában ez az euró, forint, dollár, a normál fizetésre használt eszközök. A bitcoin, az ethereum és a többi nem igazán felel meg a pénzeszköz fogalomnak, nem fiat pénzek. A adózási szempontból az az izgalmas, hogy akkor, amikor a fiat világból a kriptovilágba átmegyünk, akkor ott igazából egy fekete dobozba kerülünk át adózási szempontból. Ebben a fekete dobozban bármi történhet, azaz én, ha egy millió forintot befektetek, és utána az bitcoinban van, a bitcoinból lesz ethereum, az ethereumból egy NFT, és azt adom el mondjuk másfél millió forintért, akkor a félmillió különbözet után kell adóznom, egyszerűen azt fiat pénzben megkapom, azután van 15% adó. És ha jól tudom, akkor nem csak a magyar jogalkotó, hanem a különböző nemzetközi intézmények is megmozdultak, és különböző kezdeményezések láttak napvilágot a kriptovaluták adózásával a kapcsolatban, és van ezek között egész friss is. Tudnál esetleg erről egy rövid beszámolót adni? Október 10-én, tehát gyakorlatilag egy pár nappal ezelőtt került ki az OECD-nek az a riportja, amelyben bemutat egy nemzetközi adatcsere rendszert a kriptovilágra. Ezt nagyon hasonlóan tervezik szabályozni, mint a nemzetközi adatcsere a pénzügyi termékekkel kapcsolatban. Ez már ugye hatályban van, ez a Common Reporting Standards, és ez az adatcsere rendszer, ez arról szól, volna, hogy feltehetően 2025-től a közvetítők így különösen a kriptotősdék, illetve a különböző valetszolgáltatók, azok adatokat szolgáltatnának a saját adóhatóságuknak arról, hogy milyen jövedelmek kifizetésében vettek részt, a, ezek az adóhatóságok elküldenék a magyar adóhatóságnak, és akkor a magyar adóhatóság pedig le tudná ellenőrizni, hogy honyek Péter vagy, vagy Kovács János valóban bevallja-e a jövedelmét. Ez egy forradalmi változás a kötelezettségei pedig, ha jól értem, a kriptotősdék lesznek, és a wallet szolgáltatók, tehát azok a szereplők, akik a leginkább intézményesülten közreműködnek a kriptoforgalomban? Azokat a szereplőket célozza ez a szabályozás, akik közvetítő szerepet játszanak a fiatvilág és a, és a kriptovilág között. Tehát akik ténylegesen részt vesznek abban, hogy a pénzek átkerüljenek akár oda, akár vissza e a, a között a két rendszer között, ők akik leginkább rálátnak erre. Értelemszerűen ezek leginkább a tőzsdék, tehát a kriptotőzsdék, de azt gondolom, hogy más személyek is, akik esetlegesen ebben közreműködnek, azok érintettek lehetnek olyan szabályok is vannak benne, hogy bizonyos vásárlásokat, tehát hogyha én kriptoeszközből vásárolok egy gépjárművet, akkor akár azok is a szabályozás hatája alá eshetnek. Ezeknél van egy 50 ezer dolláros felső limit, de az, uh, bocsánat, alsó limit, hiszen értelemszerűen a magasabb összegekről szeretnének adatszolgáltatást kapni. De minden esetre az a, az a lényeg, hogy a közvetítők azok, akiket meg szeretne fogni a szabályozás. Ugye használta ezt a jelzőt a kriptovilággal kapcsolatban, hogy fekete, illetve fekete doboz. ebben erre reflektálnék, hogy ha a kriptovilág szeretné fenntartani ezt a fekete doboz jellegét, akkor elképzelhető, hogy ha ez a szabályozás életbe lép, akkor majd a szolgáltatók elindulnak esetleg olyan országok irányába, ahol ez a szolgáltatás nem vonatkozik rájuk. Nem hiszem. Tehát azt gondolom, hogy a tapasztalat az nem ez. 2016-ban, 17 ben került bevezetésre a Common Reporting Standards. Azt értelemszerűen Németország, a részben az USA, Anglia vitték. És nagyon erős nyomást gyakoroltak az adóparadicsomi országokra. Tehát gyakorlatilag a Common Reporting Standards-nek az első bevezetői között a nagy európai országok meg a pici adóparadicsomok voltak benne. Őket rákényszerítették, hogy ezt megtegyék. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz a, most is a gyakorlat, a nagy országok el fogják érni, hogy a kicsik azok ezt, ezt szintén kövessék, az adatszolgáltatásban részt vegyenek, és ezért nem nagyon lehet majd elbújni a neve nincs országokban különböző kriptotősdéken ott tartva a bevételünket. És ha jól értettem, akkor már nem is olyan távoli ennek a tervezett hatályba lépése, talán már 2025-től, ha jól értem, ez már hatályba léphet. Az október 10-én megjelent dokumentumban az van, hogy a későbbiekben megállapodnak a bevezetésnek a feltételeiről, de a, egyszerűen az alapján, hogy milyen szabályokon dolgozik és milyen ütemben az OECD, ez feltehetően 2025-re lesz bevezetve. Értem, köszönöm szépen. Remélem sikerült felkelteni a figyelmüket a rövid beszélgetésünkkel. Várjuk Önöket szeretettel november 8-án a konferenciánkon.